Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az illetékekről szóló törvény módosítása értelmében 2024. január 1-től megszűnik az illetékbélyegek forgalmazása és elfogadása a Magyar Postánál. A Posta honlapján közzétett tájékoztató szerint a meglévő illetékbélyegeket a készlet erejéig, de legkésőbb december 31-ig fogja árusítani a nagyobb forgalmi postákon. Ugyanakkor a tapasztalat szerint Budapest 12. kerületében már szeptember közepén sem lehetett egyik postán sem illetékbélyeget kapni, sőt, nagyon pici lehet az a készlet, mert egyre több helyen nem lehet már kapni, és még nincs is december 31-e. Jövő évtől az eljárási díjakat illetékbélyek helyett a hatóság által megadott számlára utalással vagy készpénzátutalási megbízással lehet megfizetni. Jelenleg azonban az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemélyek, például a bírósági eljárásban, illetékbélyek hiányában nem tudják majd leróni az illetéket, nincs utalási lehetőség, mert nem rendelkeznek az elektronikus eljáráshoz szükséges UKM számmal. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett jogi személyek számára az ügyfélkapu, cégkapu mellé az is szükséges lesz, hogy rendelkezzenek minősített elektronikus aláírás létrehozásához alkalmas infrastruktúrával, amit az állami tulajdonú NISZ ZRT-től évi 100 000 forintért lehet bérelni. Ezért a magánszemélyek számára olyan fizetési lehetőséget kell biztosítani, hogy ne kelljen elektronikus eljárásban részt venniük. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az illetékbélyek megszüntetése és a digitális társadalom kiépítése ellen. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy illetékbélyek hiányában hogyan fizessék meg idén a magánszemélyek az illetéket, miért kötelezik elektronikus fizetésre a magyar embereket, ma az illetékbélyeget szüntetik meg, holnap pedig a készpénzt. Várom szíves válaszokat. Megadom a szót Tálai András miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Jelenleg az eljárási illeték az egyetlen adó nem hazánkban, amelyet külön erre a célra szolgáló bélyeggel is meg lehet fizetni. Bármely más fizetési kötelezettséget számra-számra való fizetéssel lehet teljesíteni mindenkinek, ez mégsem jelent hátrány senki számára. Napjainkban minden eljárás lefolytató hatóság, bíróság rendelkezik bevételi számlával, ezért az eljárások kezdeményezői elsődlegesen a számukra leginkább megfelelő elektronikus fizetési módon tesznek eleget, az illetékfizetési kötelezettségnek még sincs reklamáció. Emellett pontos összefüggés az is, hogy az eljárások a legtöbb esetben elektronikussá váltak, az elsőfokú közigazgatási eljárások után pedig néhány kivétellel nem is kell illetéket fizetni. Ezen körülmények okán az illetékbélyegek használata, értékesítése és az értékesítőből származó bevétel az utóbbi időben jelentősen lecsökkent. Ezért döntött így az országgyűlés 2022 évvégén, hogy 2024-től már nem indokolt az illetékbélyegek gyártása, forgalmazása és az azokkal összefüggő adminisztráció fenntartása. Tisztelt képviselő úr, mindenki számára biztosított, hogy megfelelő korszerű fizetési móddal teljesíteni tudja a fizetési kötelezettségét. Végezetül megnyugtatom képviselő urat, hogy a Magyar Posta a fogyasztói igényeknek megfelelő mennyiségben gondoskodott az idei évre is az illetékbélyegek beszerzéséről. Így a kérdésében említett hiány vélhetően kerület-specifikus probléma és átmeneti készletgazdálkodási és ellátási nehézségekkel indokolható. Köszönöm szépen a figyelmet!